Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit Phuketből, Thaiföld egyik turista paradicsomából. Most a Kata Beach-en vagyunk, és magyarosabban mondanám, akkor Kata Beach, tehát kicsit furcsa, hogy egy magyar női névvel van ellátva ez a tengerpart. Igazából a második legnépszerűbb tengerpartja ennek a szigetnek, Phuketnek, ugyanis nagyon sokan mennek inkább Patongba, ott nagyobb a választék az éjszakai szórakozási lehetőségekben, és sokkal több az étterem, sokkal fejlettebb maga a kisváros. Ez a Kata pedig csupán egy kisebb falu, ami olyan 2 kilométer hosszú, szóval tényleg nagyon kicsi. Viszont inkább családbarátabb, tehát a legtöbb család ide szokott jönni általában. Amit még hozzá kell tenni az az, hogy hiába Patong sokkal népszerűbb, a Kata Beach sokkal szebb, tehát itt sokkal finomabb a homok és sokkal szebb a tengerpart, valamint amiatt, hogy nincsenek olyan sokan, talán jobban élvezhetők, szóval általában ezért ajánlják az embereknek, hogy ne csak a Patong tengerparton üljenek, hanem látogassanak el ide is. Hát olyan fél óra kocsival az út, de a legtöbb turista inkább motorbiciklit szokott bérelni, ez a legnépszerűbb itt. Azt is hozzá kell tenni, hogy amikor a monszú időszak van, júniustól novemberig, itt elég nagyok a hullámok, és emiatt nagyon veszélyes az úszás, tehát nem engedik a turistákat úszni, viszont szoktak szörf versenyeket szervezni, tehát szörfözni viszont szabad. Abszolút gyönyörűek a színek, és ami még kiemeli az úszást itt, hogy tényleg gyönyörű a kilátás, ott van az a kicsi sziklás sziget, emiatt is sokkal szebb itt úszni és strandolni, mint Patong van. Valamint azt is kiemelném még, hogy ahogy láthatjátok, ott vannak ilyen tipikus thaiföldi motorcsónakok, amiket ők Thai Longboat-nak hívnak. És hát ezeket ki lehet bérelni, és akár egy messzebb szigetig is el tudja vitetni magát az ember, persze minden csak a pénz kérdése Thaiföldön, tehát ezt egyébként csak azért hoztam fel, mert Patongban nincsenek ilyen motorcsónakok, viszont ott vannak különböző vízisport aktivitások, tehát azokat ki lehet próbálni. Ott a hegytető van egy kicsi fehér pont, az a Phuketi nagy Buddhának a háta. Amit egyébként egy régi telefonos vlog során mutattam be. Azt belinkelem nektek, hogyha érdekel.
hát ez volt a rövid vlog a Kata Beachről. Remélem, hogy tetszett nektek ez a pár utazási tanács, hogyha Phuketre utaztuk, akkor hova érdemes eljönni, mit érdemes figyelembe venni. Legyen szép napotok, sziasztok!